töltés. A kvízjáték a környezettudatosságra hívta fel a figyelmet. A versenyen különböző kérdésekre kellett választ adni, valamint feladványokat megoldani. A helyes megfejtésekkel pontokat lehetett gyűjteni, ellenkező esetben pedig elveszíteni. 6 iskola tanulói indultak a döntőbe, a bonyhádi csapatot Gruber László, földrajz, történelem szakos tanár készítette fel. Ez most mondhatnék ilyen nagy szavakat, hogy az élet készített föl bennünket, meg őket is, tehát erre igazán külön készülni nem nagyon lehet. Tehát annyira kiszámíthatatlanok voltak a kérdések, mit tudom én, hány kilogramm hulladékot termel egy átlagos háztartás, vagy melyik ágazat a legnagyobb környezetszennyező az illegális hulladéklerakásban, odáig, hogy ugye friss dolgok is voltak benne, hogy az ország bicikli útja melyik lett, vagy hogy melyik település volt az első, a négy közül, négy felsorolt közül, ahol ingyenessé tették a helyi járatokon történő utazást, meg az önvezető trolibuszik, tehát erre nem lehet fölkészülni. Itt vagy elkapja az ember ezeket a híreket, vagy nem, vagy próbál taktikázni, ezért volt jó néhány, fogalmazunk ilyen tudás alapú is, amihez legalább annyira kellett a kémia vagy a biológia, mint a földrajz adott esetben. Az ország több részéről, Sárospatakról, Miskolcról, az Alföldről, Dunántúrról, Budapestről több csapat volt, Veresegyházáról, úgyhogy nagyjából ilyen volt a felépítmény, és hát végeredményben két elődöntő volt, 6-6 csapattal, mi az elsőt végignéztük, hogy majd hogyan taktikáznánk, és ahogy a fiatalok is elmondták, hogy ennek a versenynek az volt az érdekessége talán, hogy nem is annyira a konkrét tudás számított, hanem inkább ez a szintézis. Tehát én bevallom, most én vagyok papíron a felkészítő tanár, de én úgy gondolom, hogy itt a biológia szakos, kémia szakos tanárnak, de bocsánat, bármelyik tanárnak szerepe lehetett, aki bármilyen szinten foglalkozott, egy osztályfőnöki órán, akár a környezettudatos életmóddal és hasonlókkal. 2x6, és akkor a 2x6 csapat volt az elődöntőben, abból a 3-3 legjobb jutott be a döntőbe, és végül is akkor ott történt a meccs. Egyébként nagy eredmény volt, mert olyan értelemben, hogy a rendezőiskola csapata lett, mert ott forgatták a budapesti Edlikányos gimnáziumon, ők szerezték meg a második helyet, úgyhogy azt mondom, hogy tényleg ez külön siker volt, hogy a hazai pálya előnyét sem hagytuk nekik kihasználni, de egyébként roppant szimpatikus, kedves csapatok voltak, kollégák is, akikkel találkoztunk, jókat beszélgettünk közben, és hát ami talán a legérdekesebb, hogy a gyerekek is némi betekintést nyertek, hogy hogyan megy egy ilyen televíziós felvétel, és ez elég fárasztó tud lenni. Azért a gyerekeké a legnagyobb szerep, mert ők egy nagyon jó ilyen általános műveltséggel rendelkeznek minden területen, így ebben is, és ügyesek is voltak. Bevallom, volt egy-két olyan kérdés, ahol én is csak néztem ki a fejemből, fogalmam nem volt, hogy mi a válasz. Ők azt is meg tudták oldani, néha segítséget kaptak a csapatok ugye a vendégektől is, de itt, ami az egyik legfontosabb dolog volt, és én inkább ebbe szövegeltem bele néha így jelképesen, ez a taktika. Tehát ez a bizonyos duplázás, triplázás, amikor már a pontoknál lehetett, mert hatalmasakat lehetett vele bukni is, és megbeszéltük a taktikát, és akkor két kérdés közötti kikacsintottak rám, és akkor mondtam, hogy oké, most lehet, most nem, most lehet. És akkor valójában én azt mondom, hogy talán részemről idézőjelben ez volt a legnagyobb felkészítés, hogy mert ebben talán nincs akkora tapasztalatuk a gyerekeknek. Mostanában ilyen divatossá vált kifejezés, hogy ez a fenntartható fejlődés megmaradjon, tehát fogalmazunk, hogy én is ennek a támogatója vagyok, meg hogy a jövő generációnak őrizzük meg a földet, és ugye a szlogenjébe is a versenynek valami hasonló dolog, ugye, hogyha az ember zölden gondolkodik, akkor meg tudja tartani a földet is talán a felnövekvő generációk részére, de nekem ebben sokkal, sokkal összetettebb a véleményem, tehát ugye most van egy tendencia, globális klímaváltozás, ózonpajzs elvékonyodása, ugye savas ülepedés, egyebek, porszennyezés, pollenek, ugye, hát ma már tömegesen vannak, akik ugye allergiásak ilyen dolgokra is, és a lényeg az, hogy azért egy dolgot ne felejtsünk el, igen, mi emberek nagyon sok rossz dolgot teszünk azért, hogy tovább romboljuk a bennünket körülvevő környezetet, a légkört, a talajt, stb. De azért meg, hogy ugye azon aggódunk, hogy elolvad a jégtakaró. Én, mint földrajzszakos, azt tanultam, hogy a föld történetében számtalanszor volt ilyen, hogy a teljes jégtakaró elolvadt, megemelkedett a világtenger szintje, vagy éppen mikor a jégtakaró képződött, akkor mondjuk Ázsiából átgyalogoltak a későbbi amerikai indián őslakosok. De ezt én, mint szakértő mondom, hanem mint abszolút laikus, tehát ebben biztos vagyok, hogy ez egyben egy természetes folyamat is. Természetesen ezzel senkinek a hátáról nem akarom levenni a terhet,
mert mocskosul felelősek vagyunk azért, hogy hogyan alakul a jövőnk, a bennünket körülvevő környezet. A diákok a nehéz feladatok ellenére kiemelkedően teljesítettek a megmérettetésen. Több fordulóban egyszerre kellett interneten válaszolni a kérdésekre, és egyszerre felmutatni a műsorvezetőnek. Volt különböző vendég válasz lehetőségünk is, akár, hogy ha nem tudtuk véletlenül a választ, akkor ők segítségéket kérhettük. Ezen belül egy ilyen totószerű játék volt, tehát négy választ lehetőség közül választhattunk. A műsor alapvetően egy természetismeret, illetve egy ilyen ökológiai, környezettudatos verseny, tehát ebből a témakörből kerültek ki a kérdések, de érintettük például a kémia vagy a fizika témakörét is, viszont elsősorban a környezettudatosságra arra voltak kíváncsiak, hogy mennyit tudunk a zöld dolgokról. Később kaptuk meg azt, hogy ebbe a versenyben részt vehetünk, ezért nekünk kevesebb idő állt a rendelkezésünkre felkészülni, viszont minden héten több alkalommal összegyűltünk a tanárúrral, és átbeszéltük az aktuális zöld témákat, továbbá szerintem mindannyiunk minden este próbálta a híradót, vagy esetleges ismeretlen műsorokból tájékozódni az aktualitásokról ezzel kapcsolatban. A taktikán gondolkodtunk, hogy hogy is csináljuk, mit is csináljunk a dolgokat, és az elején rákaptunk az ízére szerintem, és a döntőben meg igazán már belejöttünk szerintem. Hát a taktikai része mindenképpen, tehát hogy az embernek sokszor nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés, illetve hát nyilván a zöld dolgokkal azért nagyon sok érdekes kérdés volt, ugye nyilván azon túl, hogy ez egy verseny, azért nagyon sokat tudtunk bele tanulni, úgy gondolom. A csapatmunka elősegíti az akadályok leküzdését, valamint összetartást és produktivitást eredményez. Az egyik legfontosabb dolog ez volt, mondhatjuk, az egész versenyben, de hát tökéletes volt a csapat összhang nálunk, úgyhogy ezért is nyertünk. Ugye volt ilyen activity feladvány is, amikor a vendégjátékosok mutogattak nekünk. Ez kifejezetten nehéz volt, mert sokszor nem volt egyértelmű, hogy most konkrétan egy fogalomra vagy egy cselekvésre gondolnak, úgyhogy ez tartozott a nehezebbek közé, illetve az ilyen kvíz kérdések, kvízes jellegű kérdések, azok számomra könnyebbek voltak. Egy elődöntőből és egy döntőből állt maga a felvétel. Minden hat csapat versenyzett egymással. Az elején fölött téve három kvíz jellegű kérdés, négy válasz lehetőség volt, aztán következett kettő activity típusú feladvány, végül pedig öt darab kvíz kérdés ismét. Ezeknél már lehetett triplázni, illetve duplázni, de ez nyilván kockázattal járt, hiszen normál esetben 10, illetve 0 pont járt a helyes, illetve rossz megoldásokért, de hogyha az ember kockázhatott, akkor akár mínusz 20, mínusz 30, vagy plusz 20, plusz 30-at is kaphatott, szóval mindig végig kell gondolni, hogy mi a lehető legjobb döntés. A diákok fölényüket megtartva 250 pontot gyűjtöttek, megszerezve ezzel az első helyet. A főnyeremény egy háromnapos wellness hétvége, amit majd a nyári szünetben fognak eltölteni Bükkfürdőn.